Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Hitvallás című műsorunkban időről időre igyekszünk bemutatni olyan személyeket, akiknek az élete, a hitbeli felfogása, a hitélete példaadó lehet mások számára is. Mai vendégünk dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, akit köszöntök. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a Évvizi Televízió nézőit. Amikor hitről, hitéletről beszélünk, akkor ideális esetben ez a hit az gyermekkorban alakul ki, illetve a család nagymértékben megerősíti. Az ön esetében annak idején a családnak mennyire volt meghatározó szerepe abban, hogy a hite kialakuljon? Hát az én hitem az még úgy tényleg a klasszikus módon alakult, tehát valóban szüleim is vallásosak voltak, nagyszüleim is. Tulajdonképpen mindenki, aki valamit számított. A szokásos utánaiban tért el az én hitemnek az alakulása, hogy papoknak viszonylag kevés szerepük volt benne. Tudnék, én Pördeföldén születtem, amely légvonalban is 5 kilométerre volt a pákai plébániától, ahova bejártunk. Tehát én a plébános úr vagy tisztendő urak beszédét én csak vasárnap hallottam, a miséjét egyébként a szoros kapcsolat nem volt velük. Hát időnként, ha kijöttek valami miatt a faluba, akkor volt úgy, hogy bejöttek hozzánk egy-két percre, de én igazából a hitet eredetileg elsősorban a szüleimtől tanultam. Mondhatnám egy bibliai kifejezéssel, hogy anyám méhétől kezdve a hitben nőttem fel. Ez annyira így van, hogy tulajdonképpen a lényeges kérdések, a hit lényeges kérdései azok számomra életemnek is a leglényegesebb kérdései voltak. Tehát az, hogy mostan például van-e élet a halál után, van-e mennyország, pokol, egyáltalán van-e Isten, és olyan az Isten, amilyennek mi hisszük, tából ezek számomra valóban létkérdések voltak. Hát majdnem azt mondhatnám, hogy csecsemőkoromtól kezdve, de különösképpen a 7. osztályos koromtól kezdve, amikor megérintette a lelkemet a külvilágnak a hitetlensége, és egy kicsit megtámadta a lelkemet a kétely, hogy tényleg úgy van-e, ahogy mi hisszük. Tudnék, az volt valóban a helyzet, ahogy mondani szokás, hogy 6 napon át az ember az iskolában azt hallotta, hogy nincs Isten. Jó, hát a szüleimtől hallottam, hogy van Isten, de igazából aztán a templomban a 7. nap hallott az ember, hogy van Isten. És hát egyébként minden, az újság, az egy-két újság, ami a falunkba jött, aztán a tankönyveink, aztán amikor már volt rádiónk, akkor a rádió, amikor már tévénk is volt, akkor a tévé is, mind igazából azt sugározta, hogy nincs Isten. Bár nagyon érdekes, hogy miközben azt tanultuk mi, hogy az egyház a tudományoknak a kerékkötője, ugyanakkor viszont az egyetlen tévécsatornán kitanította a fizikára az országot Öveges József, piarista, szerzetes tanár, aki pap is volt. Őt ugyanabban a templomban keresztelték, ahol engem, a pákaiban, ugyanott mondta az első szentmisét is, és közvetlenül a plébánia tőszomszédságában volt a szülőháza, úgyhogy ha hazajött pihenni, akkor mindig átnézett hozzánk a plébániára is, és én egy évig voltam ott káplán is, és akkor például ott a plébánián is találkoztam vele, meg volt olyan, hogy például a postáról mentem hazafelé, és akkor ő kint ült az udvaron, így napozott, és lekiált, hogy hé, kis testvér, jöjjön fel egy kicsit. És akkor egy órát beszélgettünk vele, elsősorban vallási, erkölcsi kérdésekről. Tehát mi azért tudtuk, hogy ő pap, tehát mi sose hittük el egyébként azt a brosúrát, hogy az egyház az a tudományoknak a akadályozója lenne. De viszont mégis ezt hallottuk, meg mégis olyan masszívan ugye dűlt a többi, a tömegkommunikációs eszközökből dűlt az, hogy a vallás az elmaradott emberekre jellemző, hogy bizony az én lelkemet is megérintette a kételj, de szeretném mondani, hogy nem szándékos kételj volt az.
Én mindig meg akartam győződni a hitem igazságáról, és nekem fájdalmat okozott az, hogyha a hitemet támadták. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy kisgyermekkoromban elég sokszor voltam súlyos beteg. Tehát a lázam fölment néha 40 fok fölé is. A orvos meg távol volt, Pákáról kellett bemenni érte, de hát ugye szóval nem ért olyan gyorsan orvos, meg nem volt a kezünk ügyében semmilyen gyógyszer, meg semmilyen orvos. És néha bizony komoly kétségeim voltak arra vonatkozóan is, hogy nem fogok-e meghalni. És amikor magas lázban töltöttem egy egész éjszakát, nem tudtam aludni, vagy csak úgy tudtam elaludni, hogy közben ilyen rémálmokat álmodtam. Ilyen teljes elveszettség érintett meg, hogy valami sötét erdőben vagyok, elszakadva szüleimtől, mindenkitől, és véglegesen el vagyok veszve. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy magát a poklot ízleltem meg valamilyen mértékben, és én viszont üdvözülni akartam. Tehát számomra ez a kérdés, hogy van-e Isten, nincs-e Isten, van-e mennyország, van nincs mennyország, ezek nem olyan kérdések voltak, mint a legtöbb ember számára, hogy majd meglátjuk, majd ráérünk még ezen gondolkozni. Számomra valóban ez élet és halál, lét és nem lét kérdései voltak kezdettől fogva. Talán ezzel is magyarázható az, hogy ugyan kisfiú koromban néha mondtam azt, inkább csak poénkodva, hogy kérdezték, hogy mi akarok lenni, hogy paraszt. Mert nekem tetszett ugye az a földműves munka, ami ott folyt. Láttam annak a szépségét, az értelmét, meg a nehézségét is. De igazából azt hiszem, hogy szinte csecsemő koromtól kezdve én a papi pályára készültem. Hogyan fogadták ezt a szülei, illetve a családja? Volt-e valaki olyan a családban, aki különösképpen támogatta azt, hogy ön pappá legyen? Nagyon érdekes, hogy mi csak ketten voltunk testvérek. Hogy szüleim hogy tervezték a családot, azt nem tudom, de azt tudom, hogy nekem már a születésem is nagyon nehéz volt. Ugye én 43-ban születtem, decemberben, amikor már dúlt a világháború, és ugye azért élelmiszerellátás sem volt azért tökéletes, még falunk sem, meg a vitaminokkal nem voltunk ellátva. Tehát, meg hát én mondom, orvos is ugye távol volt, és én még ott születtem a kis faluban, és hát bizony a bába asszony tudománya csődöt mondott, hogy végül is orvos kellett hívni, és közel voltunk akkor is már mind a ketten, édesanyám is, meg én is a halálhoz. Lehet, hogy ez is szerepet játszott a későbbi életemben, egyfajta ilyen halálközeli élmény, és aztán ketten voltunk csak testvérek, valószínűleg tartom, hogy szüleimnek nem javasolták az orvosok, hogy még több gyermeket vállaljanak. Ketten voltunk, két fiú, és a bátyámat a szüleim is papnak szánták. Most ezek után az lett volna logikus, hogy az én szándékomat kifogásolják, de nem kifogásolták. Egyetlen hang nem hangzott el, hogy fiam, azért neked talán mégis más pályát kellene választanod. Sőt, amikor már Pannonhalmára is úgy kerültem, mint kispap jelölt a Szombathelyi Püspökségnek a támogatásával, akkor már szüleim keményen ragaszkodtak is hozzá, hogy én pap legyek. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy egyenes vonalú, egyenletes úton haladtam én egészen az oltárig. A problémák azok később jöttek már papi életemben, de ezekre majd talán később lesz szó. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem volt probléma. Az azonban volt, hogy amikor tanultuk a teológiát, és még ezt a kicsit spekulatív, skolasztikus teológiát, én azt nagyon nehezen tudtam tanulni. Úgy éreztem, hogy nem ad választ, nem ad világos választ az én kérdéseimre, és az volt a benyomásom, hogy ezt én elprédikálni az életben soha nem tudom senkinek. Teljesen fölöslegesnek éreztem időnként a teológiai tanulmányokat, főleg az elejét, a filozófiai tanulmányokat, és akkor voltak ilyen kétségeim, hogy egyáltalán én azt, amit tudok, el fogom-e tudni mondani majd az embereknek.
vagy hogyan tudom én egyáltalán megfogalmazni a kérdéseket és a válaszokat úgy, hogy az emberek azt megértsék. Ez okozott egy időben olyan problémát, hogy emlékszem, már volt úgy, hogy a szemináriumban, ahol ott töltöttük a karácsonyokat is, szemináriumban volt úgy, hogy karácsony estén majdnem sírtam. Egyfajta ilyen félelemtől, hogy nem fogok majd szót érteni az emberekkel. Vagy amit én hiszek, azt nem fogom tudni nekik elmondani. Az a közösség, amiben ott bekerült a szemináriumba, tehát a pap növendéktársak, ők mennyire segítettek abban, hogy ezek a kételyek eltűnjenek, vagy tudtak segíteni ebben? Hála Istennek, azt kell mondanom, hogy nálunk nem voltak problémák. Két olyan fiú volt közöttünk, akiről úgy valahogyan kitulódott, mindenki tudta, hogy nekik nem hivatásuk van, hanem oda küldték őket. Tehát ugye őket, ővelük is azért persze beszéltünk, amikor például valamelyikük Mindszentiről provokált velem egy beszélgetést, akkor nagyon tartózkodóan nyilatkoztam, hogy akár a lehallgatókészülők van is nála, abból nekem ne legyen hátrányom. Egyébként azonban nagyon jó társaság volt, úgyhogy én őszintén mondhatom, hogy a szemináriumban nagyon jól éreztem magam. 6 évet töltöttem el a központi papnevelő intézetben, és ugyanott volt, ugyanoda jártak be akkor még a tanáraink is, tehát akkor még az egyetem, ami a régi Pázmánynak volt egy maradéka, egyetlen, hogy csak teológiai fakultás volt, más nem volt. Ez maradt meg a régi Pázmányból, és ebből nőtt aztán ki a mai Pázmány, amelyik már igazi egyetem. De a mi, hát ilyen egy fakultásos intézetünkkel is tudott doktorátust adni, ez vállam elismerte. Na most a tanáraink is, azt kell mondanom, hogy jók voltak, kispaptársaimmal is meg voltam elégedve, úgyhogy ez az időszak, ez harmonikusnak mondható. Ez a harmónia, ez mennyire folytatódott utána, amikor aztán kikerült, ugye káplánként került először Pákára, aztán volt Nyögér, Kőszeg, tehát több állomáson keresztül vezetett az útja. Azok a félelmei, amik korábban említette, hogy voltak, hogy tud-e majd prédikálni, át tudja-e majd ezeket az ismereteket adni az embereknek, eloszlottak? Ezek egyre jobban eloszlottak, igen. Általában a prédikációimra sokat készültem. Nagyon törekedtem arra, hogy tiszta hitet prédikáljak, de ugyanakkor modern, érthető nyelven. Ezért használtam fel a verseket már akkor is, meg dalszövegeket. Tehát ugye, ha valaki engem hall prédikálni most is, ha mit tudom én, 3-4 beszédemet meghallgatja, abban biztos, hogy hall akár Omega slágert, akár Máté Pétert, akár még Kovács Katalinnak, általában Adami Sannának a szövegeit például, vagy Máté Péter a szövegeit és másokat, vagy akár még John Lennonnak a Let It Be című számát is kicsiján idéztem most is, csak már korábban idéztem, azért most nem hoztam elő. Tehát ugye törekedtem arra, hogy érthető legyek, tehát a maga a beszéd, a deklamálásban érthető legyek, értelmes legyek, tehát logikus legyen, amit mondok, és érdekes, figyelhető, de legyen fárasztó az emberek számára. Persze nem mindig sikerül ez egyformán, de általában azért bejön. Úgyhogy azért akkor is helyek közel hallottam dicséretét, hogy megmondom őszintén, a jól esett. Egyébként nem vagyok egy túlságosan ambiciózus ember. Tehát ahogy édesapámra emlékszem, meg a nagynénémre is, őbenük azért volt egy ilyen igazi, ilyen jól értelmezett paraszti öntudat, és az, hogy azért mi nem vagyunk senkik. Nekünk is van józan eszünk, és ha mi tanulhattunk volna, akkor mi is diplomás emberek lehetnénk. Tehát, és édesapámnak az álma volt az, hogy a fiaiból tanult emberek legyenek. Emlékszem rá, amikor megkaptam a doktorátust, akkor azt mondta, hogy fiam, te megvalósítottad az én álmaimat. Édesanyám az sokkal egyszerűbb asszony volt, és ő benne ilyen ambíciók nem voltak, sőt, mindig azt mondta, hogy ti nem is vagytok ám olyan jó tanulók, csak a tanítónő szeret benneteket, mert jó gyerekek vagytok, azt azért jobb jegyet ad, mint amit megérdemeltek. Tehát ő neki ez volt a stílusa, és én
ilyen szempontból inkább édesanyámra ütöttem. Nem azt mondom, hogy hogyha valami nem sikerült, vagy ha valamiből nem kaptam ötöst, hogy az nem bántott, néha azért nagyon tudott bántani. Ez bennem is volt ambíció, de igazában azért ez egyre csökkent. Úgyhogy én bennem például olyan, hogy valaki legyen belőlem. Az ilyen nem volt. Tehát engem például a kápláni szolgálat Pákán, Nyőgérben, Kőszegen teljesen kielégített. És amikor Kőszegen jöttek hozzám állami emberek, nagyon érdekes állami emberek, hát ezeket szoktuk azt nem AVH-soknak mondani, és ők közölték velem először, hogy mehetek ki Párizsba tanulni. És engem nagyon megdöbbentett, hol van a püspök úr? Hol van a püspöki konferencia? Hát miért ezek mondják nekem, hogy mehetek tanulni? És úgy állították, mintha ők döntötték volna el ezt, én legyek nekik hálás, és egy idő múlva kiderült, mert többször is meglátogattak, kiderült, hogy valami terveik is vannak velem. És én akkor nagyon meg voltam ijedve, de azt azért elég határozottan kijelentettem, hogy ha kimehetek Párizsba, ezt talán elfogadom, de én nem vagyok olyan jó franciában sem, meg egyébként is nem vagyok én egy zseni, tehát nekem az épp elég lesz, hogyha nem hozok szégyent a hazámra, tehát én semmilyen plusz megbízatást nem vállalok. És akkor lásd csodát, nem is próbálkoztak többet. 76 és 78 között voltam kinn. Ott sikerült azért az ottani professzoroknak a jó indulatával, ezt meg kell mondani őszintén, és az ottani tanulmányi követelményeknek a rugalmasságának volt köszönhető, hogy én ott tudtam egy felsőfogú diplomát szerezni 2 év múlva. Ha mondjuk Rómába küldtek volna, ott valószínűleg onnan azt hiszem üres kézzel jöttem volna haza. De itt Párizsban sikerült, mert a profok nagyvonalúak voltak, mindenféle felmentéseket megadtak, és lehetővé tették, hogy írjak egy 100 oldalas disszertációt, és kaptam rá egy 4-est, BN fokozatot, és nem üres kézzel jöttem haza. Egyébként a budapesti doktori értekezésemet írtam át az ottan elérhető irodalomnak a segítségével, bővítettem, gazdagítottam, és hát így jöttem aztán haza. De igazában ennek azért még nagyon örültem, mert egy kicsit büszke is voltam, megmondom őszintén, de azt egész nyugodt szívvel állíthatom, hogy amikor aztán Szombathelyre kerültem, először nagyon rosszul éreztem ott magam, tudnék, főállású irodista lettem. Tehát akkor szinte megszakadt egy időre a kapcsolatom a hívekkel, különösen a fiatalsággal, és ez nagyon rossz volt számomra, ez egy nagyon nagy krízist jelentett néhány évig. Aztán fokozatosan lehetővé vált, hogy bekapcsolódhattam a lelkipásztori munkába. A püspök urak egy idő múlva már nem köteleztek arra, hogy vasárnaponként megindulva kísérgessem őket, és akkor vasárnap például misészettem a kórházba, oda ismerős fiatalok bejöttek gitárral, meg fuvolával, meg gurujával, és utána mondtunk betegeknek szép miséket, meg a Szombathelyi Ferences templomban, aztán volt már ifjúsági csoportom is, akikkel foglalkoztam, majd a Konkoly püspök úrral megszerveztünk egy katekumenátust, tehát az alapvető úgynevezett beavató szentségekre felkészítő kurzust, és csodák csodája, 5 éven keresztül, amíg én ezt tudtam csinálni, minden éven 70-80 fölött volt a létszám, kiket több csoportra kellett beosztani, és ez nagyon nagy élvezet volt számomra, úgyhogy, hát hogy más nem mondjak, például súlyemelésben volt egy hölgy, súlyemelésben volt világbajnok, sőt olimpiai ezüstérmes is. Tudom, egyik óra után kijött, és mondja, hogy Gyula atya, hónap megyek Kínába, világbajnokságra, azért nem tudok jövő héten jönni majd az órára, akkor döbbentem rá, hogy hihet, hogy világhírű sportolók járnak katekumenátusra, rendőrök jöttek, katonatisztek, rockzenészek, kérem szépen, Falkónak a kosarasai. Tehát számomra nagyon nagy élmény volt,
És ezek a fiatalok, ezek mondhatom azt, hogy szinte itták a szavainkat. A szeptember vagy október elején elkezdtük, és pünkösdig csináltuk ezeket a tanfolyamokat. Nem volt ez tulajdonképpen elégséges, de mégis valami nagyon nagy dolog volt. Tehát volt olyan óra, amikor a Szentmiséről beszéltem nekik, és arról, hogy Jézus hogyan van jelen az oltári szentségben, feláldozottan, kenyérésból színált, mint egy elvérezve, és akkor beszéltem Jézus kereszthaláláról, keresztáldozatáról, eljátszottam nekik egy dalt, hogy tested Jézus értünk függött, Jézus, véred Jézus értünk ömlött, és kérem szépen, amikor mondtam, hogy most vége az órának, mehetnek haza, és a fiatalok egy darabig még ott maradtak, szinte hogy magukba roskadva, látszott, hogy teljesen a hatása alá kerültek a hallottaknak. Én tudom, hogy mit jelent az részt venni egy ilyen fesztiválmisén, ahol ezrek meg tízezrek vannak. Ott voltam, mit tudom én, Párizsban, a párizsi lóversenypályán, ahol nem is tudom, közel 1 millió fiatal, vagy több mint 1 millió fiatal volt ott. Tudom, hogy mit jelentenek ezek az élmények, de ezek az élmények. Vagy az, amikor kórházban láttam azt, hogy egy 90 éves falusi néninek mit jelent az, hogy most megkapta a szentségeket, hogy milyen megnyugtató számára. Sőt, azt is tapasztaltam többször, hogy a szentkeletnek van igenis gyógyító ereje. A kézzel fogható volt számomra. Szóval ezek olyan nagy élményt jelentettek nekem, hogy aztán akkor onnantól kezdve már nem volt probléma. Viszont probléma volt az, amikor el kellett mennem püspöknek, Egerbe, segédpüspöknek. Én nagyon szerettem volna Szombathelyen maradni. Sok fiatalt ismertem már, akik barátaim voltak, és akik bíztak bennem, és elfogadták az én vezetésemet. Megmondom őszintén, sokszor csodálkoztam rajta, hogy hadd fejezem ki magam, hogy mit esznek bennem. Én végül is egy falusi parasztgyerek vagyok, akiből lett valami, de nem éreztem magam rendkívüli személyiségnek, de az, amikor láttam, hogy mai értelmes fiatalok elfogadnak engem vezetőjüknek, de nagyon nagy élmény volt számomra, csak így kellett elmenni Egerbe. De Egerben akkor már Selege István volt az érsek, és ott gyenge 2 évet töltöttem, szinte üdülésnek számított. Ott ilyen ifjúsági csoportom nem volt, de ami munkát kellett végeznem, főleg házassági perekkel kellett foglalkoznom hétköznapokon, hétvégén meg bérmáltam, meg templomot szenteltem, meg búcsúi szónok voltam, meg ilyesmi, az nagyon jó volt az a 2 év. Utána kerültem Veszprémbe, ahová megint nem szívesen jöttem. Ahogy nem szívesen mentem Egerbe, de aztán ott jól éreztem magam, ugyanúgy nem szívesen jöttem Veszprémbe sem, mert még szerettem volna ott maradni. De mert hatalmas egyház, ugye egy csomó plébánián nem is jártam egyáltalán, kíváncsi lettem volna rá, de el kellett jönnöm Veszprémbe. Nem szeretném, ha kedves nézők félreértenének, veszprémi érseknek lennél egy nagyon nagy megtiszteltetés, az egy nagyon magas rang, amiről egy ilyen falusi srác, mint én vagyok tényleg, hát nem is álmodott soha. Viszont éppen azért, mert féltem, hogy ez nekem túl sok lesz, túl nehéz, azért bizonyos félelemmel jöttem ide. Hát lehet, hogy ez a hitnek a hiánya is. Még aztán később, amikor pár év múlva infarktussal kórházba kerültem, ma 8 bypasszal meg kellett műteni engem, most már majdnem 15 éve ennek is. Ugye, emögött biztosan ott volt az is, hogy a hitem nem volt olyan erős, mint kellett volna. Tehát voltak problémák, amelyekre most nem térek ki, amelyeket nem tudtam megoldani, vagy feloldani, és este nem tudtam úgy lefeküdni, na Istenem, kezedbe ajánlom lelkémet, meg az összes problémát, én most alszom. Hanem valahogy nem tudtam szabadulni tőle, nyomasztottak bizonyos dolgok, és ez váltotta ki részben az infarktust, majd pedig a szívkoszorúér elmeszedést, és aztán a stressz, és aztán
a szívműtétet. Viszont mióta a szívműtéten átestem, azt lehet mondani, hogy utána megváltoztam ilyen szempontból. Tehát most is van bennem néha egy kis szorongás, egy kis félelem, kis aggódás, de azért most már nem olyan fokú, mint régen. Valahogyan jobban tudok bízni Isten segítségében, és abban, hogy valahogyan majd csak lesz. És akkor, hogyha már itt a hitnek és a nem hitnek a kérdésénél tartunk, manapság nagyon gyakran halljuk azt, hogy értékvesztés van, lelki problémák vannak, morális válság van. Valóban ennyire rossz a helyzet? Elég rossznak látszik a helyzet. És különösen itt nálunk Európában, ahol a hivatalos irányzat, tehát az európai diplomaták, és akik nem tudom, hogy lehet az, hogy akik az Európa Tanácsban, Európa Parlamentben, és az Európa Bizottságban, ugye az Európa Kormánya, akik hogy mondjam, hatalmon vannak, azok van egy nagyon erős kereszténység ellenes szellem működik, és hitellenes szellem, és ezt én egyszerűen nem tudom megérteni, és ezzel együtt egy normális erkölcs ellenes hangulat is. Tehát, hogy más nem mondjak, ugye most oda jutunk majd, hogy nekünk kell a szexet megvédenünk. Az, hogy a szex az végül is jó, Isten teremtménye. A gender ideológia meg akarja szüntetni a férfit és a nőt. Hova megy a világ? Az is, hogy most ugye homoszexuálisok, leszbikusokat dicsőítjük. Én nem bántom őket, azt mondom, mint a pápánk, hogy ki vagyok én, hogy meg elítéljem őket. De azért azt kikérem magamnak, hogy ne bálványozzuk őket, és ők se bálványozzák magukat. Tehát úgy érzem, hogy valóban az Európának, az európai elitnek, vagy ami elitnek számít most, annak az értékrendje teljesen felreállt. A keresztény értékrend az ilyen, hogy Isten van a csúcson. Utána Istennek azok a természet fölötti adományai, amelyeket így nevezünk, hogy kegyelem, melyben Isten szinte önmagát adja nekünk, vagy önmagából ad nekünk valamit. Istennek az értelmes teremtményei, akik ugyanúgy bírnak értelemmel, szabad akarattal, mint ő, az angyalok és az emberek. Utána jönnek Istennek a nem értelmes teremtményei, az állatok és a növények és az élettelen kincsek, és az embernek az alkotásai, a művészi alkotásoktól kezdve a kapanyélig, meg a pénzig, és akkor itt vége. Az értékrend csúcsán az Isten van, alján pedig ott van a pénz. Ha most Istent levesztük az értékrend csúcsáról, akkor az egész fejre áll. Mi kerül a csúcsára? A pénz. Isten meg a legaljára, ha egyáltalán még megmarad. És a közbülső értékek is helyet cserélnek. Tessék megfigyelni a pannonlapokban is például, az SMS-ekben, különböző megnyilatkozásokban, hogy az emberek számára az állatok kedvesebbek, mint az emberek. Figyelje meg a naplánya rovatot például. Nem akarom bántani a lányokat, nem akarom bántani őket, de hogy a kedvenceik között mik vannak? Kutyák, macskák, lovak, tengeri malacok, papagájok, aranyhörcsögök, meg még nem tudom mi, gyerekek nincsenek. Talán abszolút kivétel, ha valaki azt mondja, szeretem a gyerekeket. Állatokat szeretik. Mik akarnak lenni? Ottan a műkörömépítéstől, a kozmetikustól, a kereskedőik minden szerepel, meg sportoló minden szerepel, egy nem akar lenni feleség és anya. És akkor mit lehet tenni azért, hogy ez az értékrend újból a helyére kerüljön? Meg kell hallgatni ezt, amit mostan én elmondtam, és azért mondtam el mostan. Ez is egy tett részemről, amely remélem, hogy egy kicsit elgondolkoztatja az embereket, és rájönnek arra, hogy rossz úton járunk, ugyanakkor hiszem, hogy a helyzet nem ennyire rossz, mint ahogyan én mostan itt lefestettem. Biztos, hogy a naplányai között is sokan vannak, akik akarnak feleségek és anyák is lenni, csak a trendiség miatt ezt nem merik kimondani.
Érsek úr, akkor reméljük, hogy az értékrend a helyére fog állni. Természetesen, mindig meg kell őriznünk az optimizmusunkat. Köszönjük önnek ezt a beszélgetést, nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra.